Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám pénteki napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, a Cuha völgyéből. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok a Cuha völgyében, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen, akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én hamarosan folytatom a túrámat tovább arrafelé, tehát arra felé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom nektek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát szépen fordulok is egy 180 fokot, jó nagy csalánmező van itt, tehát egy szép nagy csalánmező van végig itt az út mellett. Én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból jöttem, arra felé van Zirc, tehát abban az irányba van Zirc, és én abból az irányból jövök. Így hát a továbbiakban nem arra felé fogom folytatni a túrámat, hanem fordulok is már is egy újabb 180 fokot, és haladok tovább itt a Cuha völgyében. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, de még mielőtt folytatnám tovább a túrámat, azért a szemetet azt nem hagyjunk itt, hanem visszünk magunkkal a továbbiakban is, és ti is ezt csináljátok, hogyha hoztok magatokkal bármilyen csomagolóanyagot, akár kaja, szendvicsnek a csomagolóanyagát, vagy víznek a csomagolóanyagát, tök mindegy, a lényeg az az, hogy ne hagyjunk a szemetet az erdőben, hanem vigyünk magunkkal haza, vagy legalábbis a legközelebbi szemetes kukáig. Csináljátok ezt ti is, hisz én is ezt csinálom, így hát le is kell térdeljek, hisz nem hagyom itt a szemetemet, hanem haladok tovább a szemetemmel együtt, folytatom tovább a túrámat itt a Cuha völgyében. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már folytatom is tovább a túrámat, itt a Cuha völgyében egyébként, hisz már az ezt megelőző videóimban is, itt a Cuha völgyében túráztam, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És itt újból át kell kelnem a patakon. Tehát újból át kell itt gázoljak a vizen. Tehát itt szépen újból átmegyünk a vizen tulajdonképpen. Végül is ez a műanyag papucs bírja. Meg nem olyan hideg ez a víz, úgyhogy szépen át is megyek rajta. Hát gázolunk a vizen. Hát amúgy nem olyan hideg a patak. Tehát nem a hideg a pataknak a vize, de amúgy itt állok a patakban. Tehát láthassátok, hogy ugye ez itt a Cuha patak.
Tehát ez itt a Cuha-patak, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát ez itt maga a Cuha-patak. Ugye abból az irányból jön a víz, ugye abban az irányba van Zirc, és akkor folytatom tovább a túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És ugye a Cuha-patak az arrafelé folyik, tehát abba az irányba folyik a Cuha-patak, tehát láthassátok, hogy ugye a Cuha-patakba állok konkrétan, ugye abba az irányba folyik a Cuha-patak, egészen a Dunáig, mert hogy ugye a Cuha-patak végül az a Dunába torkolódik bele, és akkor én is folytatom természetesen tovább a túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a túrámat. Még mindig itt a Cuha-völgyben tulajdonképpen. Hát valójában ezen a mai napon itt a Cuha-völgyében túrázok, fenn a Bakonyban, Zirctől egészen Vinyéig. Fogok elgyalogolni végül is. Tehát Vinyéig fogok elgyalogolni ezen a mai napon, ezen a pénteki napon, mert hogy ugye péntek van, amikor ez a videó készült. Pontos idődátum folyamatosan a képernyő aljában egyébként. És akkor haladok is tovább itt a piros sáv túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor szépen folytatom tovább a túrámat itt a Cuha völgyében. Ugye a délelőtt folyamán Zircről indultam el, és haladok egészen Vinyéig. Na, gyerekek, akkor haladunk is tovább. És hamarosan jön majd a Porva Cseszneki vasúti megállóhely. Tehát majd az is jön majd hamarosan. És ugye jön majd a felkapottabb rész. Tehát jön ennek a Cuha völgyének a felkapottabb része. Ugye ami Porva Csesznek vasúti megállóhely és Vinye között található. Ugye az a felkapottabb rész. Itt a Cuha völgyében. Hát ez az Zirc felőli irány, ugye én Zircről indultam, ugye ez nem annyira felkapott, mint ami Porva Csesznek vasúti megállóhelytől Vinyéig tart. Ugye az a felkapottabb része ennek a Cuha völgyének, illetve Cuha szurdoknak. És természetesen én folytatom tovább a túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! Hát közben nézem, hogy megy-e a felvétel, de a felvétel az megy. Hát ugye ezt a kis házikót tavaly is megmutattam néktek, ami itt található. Tehát ez a kis házikót ugye tavaly is megmutattam, most is megmutatom. Láthassátok, hogy van itt egy ilyen kis házikó is, ahogy látható ezen a felvételen, ami nyilván kőből épült. Több mint valószínű, hogy kőből épült ez a kis házikó, ami itt látható ezen a felvételen. Még nem tudom, mit célt szolgál itt ez a kis házikó, tehát fogalmam sincs, hogy ez mit célt szolgált itt, vagy szolgál itt a Cuha völgyében, de nem úgy néz ki, mint ami lakott volna, mert nem úgy néz ki, mint ami lakott. Hát konkrétan szerintem nem is lakik itt senki, hogy így elnézem ezt a kis házikót, na de nem megyünk be a házikóba, mert az mégiscsak betörés volna, hanem haladunk tovább itt az ösvényen, folytatom tovább a túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább. Na, gyerekek, akkor folytatom tovább a túrámat.
És akkor haladok tovább itt a piros sáv túraútvonalon, mert egyébként a piros sáv túraútvonal is itt halad, méghozzá a Közép-Dunántúli piros, ki esetleg nem tudná, de lehet, hogy én is rosszul tudom, de a legjobb tudomásom szerint itt a Közép-Dunántúli piros sáv túraútvonal halad, a legjobb tudomásom szerint, de ha tévednénk, azt nézzétek el nekem, vagy ha ti esetleg tudjátok, akkor írjátok meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen! Na, gyerekek! És akkor folytatom tovább a túrát. Itt a Cuha völgyében. És majd lassacskán majd Porva Csesznek vasúti megállóhely következik. Hamarosan. Még azért odáig van nagyjából van 500 méter. Satszper kb. Pontosan nem tudom. És akkor haladok tovább. Na, gyerekek. És akkor szépen folytatom tovább a túrámat. Itt a Cuha völgyében. Hát ugye tavaly nyáron már itt egyszer végig gyalogoltam. Mert tavaly nyáron tényleg végig gyalogoltam itt már egyszer. Most gyalogolok itt végig másodjára. Tavaly nyár óta. Meg ugye voltam én itt közbe is, természetesen, vonattal. Ha így gyalogosan nem is, de vonattal voltam itt, többször is. Sőt, tavaly minden szentekkor, vagyis 2023. november 1-én is túráztam itt a Bakonyban. Készült természetesen arról a túrámról is videó. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! Meg hát ugye két hónappal ezelőtt is túráztam itt a Bakonyban, csak egy teljesen más útvonalon, de akkor is Zirc és Vinye között túráztam, csak egy teljesen más útvonalon. Természetesen arról a túrámról is készültek videók, azt szintén meg tudjátok nézni a YouTube csatornámon. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább, természetesen. Folytatom tovább a túrámat. Csak közben itt a akubankot igazítani kell. Itt elkezdett belecsúszni a pénztárcába, úgymond. Na, gyerekek. És akkor megyünk is tovább. Na, akkor folytassunk is tovább a mai kis túrámat, ami valójában nem olyan kis túra lesz így összességébe véve. Hát nagyjából olyan 15 kilométert gyalogolok ezen a pénteki napon. Tehát nagyjából olyan 15 kilométert fogok gyalogolni végeredményben ezen a pénteki napon. Méghozzá itt a Cuha völgyében.
Hát végül is azért döntöttem a Cuha völgy mellett, hiszen itt végig völgybe vagyok, és ugye hűvös ez a völgy, tehát nem a tűző napon kell gyalogolgatni, mint például a Balaton felvidéken. Jó, még a Balaton felvidéken is rengeteg az erdő, mert tényleg a Balaton felvidéken is rengeteg az erdő, de ott azért mégis másabb a hőmérséklet, mint itt. Itt azért fönn a Bakonyban, itt azért valamivel hűvösebb van, ha nem is sokkal, de egy kicsivel hűvösebb van itt fönn a Bakonyban. És végül is azért döntöttem így, hogy ezen a pénteki napon feljövök ide, és hogy itt túrázok egy jót. Végül is ez véget döntöttem a Cuha völgy mellett, ugye a időjárás véget, mert azért itt csak kellemesebb a hőmérséklet itt az erdőben, illetve itt a völgyben, mintha például a Alföldön gyalogolnánk. Hát még ott szerintem most nem is gyalogolnánk az Alföldön, de azért minden elismerésem azoknak, akik esetleg a most ebben a nagy forróságban teljesítik a alföldi kéket. Hát igen, az alföldi kék az ilyenkor nyáron, hát igen, hát ott szerintem most pokol van, tehát ott pokoli lehet a hőség az alföldi kéken. De nyilván vannak olyan elszánt túrázók, akik ilyenkor is túráznak a alföldi kéken. Hát én nem azok közé tartozom, maradjunk ennyiben, mert azért ilyenkor nyáron az alföldi kéken, hát minden elismerésem azoknak, akik most teljesítik ebben a hőségben az alföldi kéket, mert azért az alföldi kék az ilyenkor nyáron kegyetlen tud lenni. Egy az, hogy az Alföldön halad, nyílt területen, pusztákon, meg végtelenekbe tulajdonképpen, a tűző napon. Hát minden elismerésem azoknak a túrázóknak, akik esetleg ebben a hőségben teljesítik az alföldi kéket. Na de én nem fogok lemenni most az alföldi kékre, mert egyik az, hogy messze is vagyok onnan, másik meg az, hogy én alföldi születésű vagyok, és tudom, mi az az Alföld. Tehát köszönöm, inkább nem. Tehát tudom, mi az az Alföld, hiszen ott nőttem fel konkrétan. Tehát tisztában vagyok vele, hogy mi az az Alföld. Hisz ott nőttem fel, gyerekek, aki esetleg nem tudná. És ilyenkor nyáron az Alföld az maga a pokol tulajdonképpen. Hát ahhoz képest itt fent a Bakonyban, hát igen, tehát nagyon más a hőmérséklet, mint ilyenkor itt fent a Bakonyban, mint lent a Alföldön például. Mert ugye az Alföld az ilyenkor kegyetlen. Tudom, mert ott nőltem fel, tehát tudom, miről beszélek, hiszen az Alföldön nőltem fel. Tisztában vagyok vele, hogy ilyenkor ott pokol van. Főleg a homokvidéken, a homokháton, hát az meg aztán ilyenkor, aztán konkrétan a forró az nem kifejezés. Na de jöjjünk vissza ide a hűs Bakonyba tulajdonképpen, mert ugye én most jelen esetben itt vagyok a hűs Bakonyban, ahol azért mégis csak jobb az idő, mint például az Alföldön. Ezen nézem, hogy megy a felvétel. Hát a felvétel az megy, és én meg természetesen haladok előre. Itt a Cuha völgyében. Na gyerekek, akkor folytatom tovább a mai kis túrámat. Itt a Bakonyban, azon is belül a Cuha völgyében. Piros sáv túraútvonal, úgyhogy tök királyság van. És mivel, hogy ez a videó már több mint 20 perce megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videóban.
Ha tetszett ez a videó, akkor azt természetesen díjazzátok egy lájkkal, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Természetesen a mai kis túrámnak még nincs vége. Hamarosan fogom folytatni majd egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani. Köszönöm szépen! És akkor hamarosan folytatom ezt a túrát egy következő videóban. Természetesen, hogyha tetszett ez a videó, akkor azt díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen! És akkor hamarosan fogom folytatni ezt a túrát egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici a Cuha völgyéből. Sziasztok!